tágítjuk a nézőpontokat egy kerületi lakossal, Tömő utcai lakossal, Boris Szakittivel, és Robival, Robival, hogy szereted jobban? Robi? Aki tapasztalati munkatárs, tehát valaki, akiről sok szó esett a filmben, és mielőtt az egészbe belevágunk, hadd kérdezzem meg azt a, annak a szőke hölgynek a sorsát, aki az önkormányzat részéről olyan nyitottan és progresszíven nyilatkozott az együttműködés ügyében. Hát azt nem tudom, mi történt, amikor visszament a hivatalba, miután leadta a 444 a filmet. Nem tudom, mi lett a sorsát, gondolom továbbra is. Hoppá. Gondolom továbbra is önkormányzati képviselő. Azt nem tudom, hogy mennyire tartja még ezt, a, ezt az álláspontját. De nem nevezhető az önkormányzat hivatalos álláspontjának. Hát nem tudom. Nem tekinthető annak, legalábbis utána már így helyesbített, és valószínűleg hát felülről mondták neki, hogy ezt mégsem kellett volna mondani, és hát jelenleg ő is a Tűcsere programnak a bezárása mellett foglalta állást, illetve megpróbáltuk egyébként megszólaltatni ebben a kis dokumentumfilmben is, de nem, azt mondta, hogy nekünk nem hajlandó interjút adni. Egyébként a filmen kapcsolatban azt is fontos megjegyezni, hogy szerettük volna megszólaltatni az önkormányzat mellett még a kormánynak a képviselőjét, a minisztériumot, az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a rendőrséget is. Tehát megkerestük őket, de nem voltak hajlandóak nyilatkozatot adni a filmben. Mindenki tudja, érti, hogy mi történt a kék ponttal, hogy miért kell bezárnia? Kiderült a filmből, ha van bárki, aki ezt szeretné, hogy még egyszer elmondjuk, azt tegye már fel a kezét. Tiszta sor. Akkor hadd tegyem fel a legalapvetőbb, legegyyszerűbb kérdést, amit most képviselve mindazokat, akik te felsoroltál, és nincs itt. Mi a baj azzal, hogyha nincsen Tűcsere program? Mi a baj azzal, ha ebben a kerületben nincsen, hiszen van egy csomó másban? Miért más a kék pont, mint a többi kerület hasonló programja, ha az, és milyen következményekkel járhat ez? Hát nincs olyan sok azért a Tűcsere. Van kicsik, vannak más kerületekben is. Azt hittem, probléma nincs olyan sok. Nem. Hát egyébként probléma, és azért ez ilyen nagyon fővárosz-centrikus, sőt, megmerem kockáztatni, hogy elég erősen Józsefváros-centrikusan, és ez a probléma, sőt, elég erősen Magdolna negyed-centrikus ez a probléma. Azért egy viszonylag szűk térről beszélünk, amiben az injekciós dokhasználók élnek, és az, ami miatt elsősorban probléma, hogy bezár, az a fertőzéseknek a felbukkanása, tehát maga a Tűcsere, ami eltűnik, illetve a kapu, tehát az, hogy az intézményi rendszer felé, ami azért nem épült ki annyira erősen Józsefvárosban, hiszen drogambulanciája sincsen, sajnos, így igazából a lehetősége veszik el annak, hogy az emberek bekerüljenek ezekre a kezelőjekre. Ez a probléma, ez képes lesz két évig láthatatlan maradni, és hogy nem tudunk majd róla semmit, mielőtt még elemi erővel feltör majd újra. Nem tudom, Robi, mit gondol, hogy miért rossz esetek, ha bezárják? Nagyon-nagyon, hát kezdhetném itt mondjuk most, és akkor a hónap után abba hagynám. Nagyon sok probléma van. A legfőbb probléma az, hogy a drogosok 60%-a nem mozdul ki a kerületből. Tehát kerületfüggők, ott vannak az árusok, tehát a Tűcsere hiába szűnik meg ott, az árusok ott vannak, de ha az árusok nem lennének ott, én megvenném a kis drogomat a 13. kerületbe, én a kis irodámba fogok kimenni a temetőhöz, ahogy szoktam, és ez a 8. kerületben van. Tehát semmi köze hozzá, illetve ezek az eldobált tűk, mert hogy volt róla szó, nagyon sok tűk kerül eldobásra, hogy a drogos rémületében. Hát nincsenek biztonságos helyek a lövésre. Nagyon sokan vannak, akinek zsebükben van a drog, akkor nem bírnak várni, azonnal helyszínen lőni kell, ha az utca, ha kapuaj, megcsinálja a pikpak, ha az a legújabb zenének tűnő cucc, ami most megjelent, sajnos elég durva kábítószer, az nem drog, hanem kábítószer, mindegy. Ha ez beüt hirtelen, akkor komoly halucinálásokra képes, és riadalomba eldobja, vagy pedig egy járókelő zavarja meg, akkor meg azért repül a tű. De sok esetben a drogosok is árosak, tehát nem szeretném védeni a drogosokat, de a Tűcsere bezárásával nagyon sok embernek meg fog szűnni a biztonságos tűhöz való hozzájutás. Ferencnek javasoltam kampányként egy posztert, hogy egy drogos kínálja körülállókat használt tűkkel.
Nem vicces. 10 drogosból 8. Ismétlem, 8. Esik bele hetente használt tükbe. És mindegy, hogy ki után. Vagy egy használtat, vagy ott van egy. Régebben lehet, hogy lehetett találni tüket, most is lehet, nem mondom, hogy nem. De most már jóval kevesebb. Tehát a drogosok képesek órákig feltúrni a helyeket, használt tükén. Na most a tűcsere mondjuk motivált az embereket az, hogy cserélhetnek, tehát visszavihetik a használt tüket, és azért még plusz kapnak. Na most ami viszont el fog szabadulni a tűcsere megszűnésében, ez a lényeg, hogy mi fog történni. A bűnözés. Ez egy új bűnözési hullámot fog elindítani. Elsősorban a tűvel a fekete kereskedelem, ami már van. Egy csomag tűjér adnak 150 forintot, na most egy darabot 200 forintért lehet megvásárolni a dealer mellett, vagy a dealernél, ugyan mindegy. De az illetőknek nem lesz rá pénz, örülünk, ha kifizetjük a drogot. Tehát az ingyenes tű nem lesz egyébként, meg akkor a gyógyszertárakat is be kell zárni, ezt javaslom, mert gyártják ezeket a tűket, illetve, ugye? Tehát folytathatnám. Ja, és hát a másik, az egyetlen Mencsvár. A 8. kerület a drog melegágya sajnos Pesten. Az egyetlen utolsó Mencsvára volt a drogosoknak, hát még mindig az, mert még működik, a Kékpont. Internet, ruhaosztása rászorulóknak, a csajoknak a munkaeszközök, a drogosoknak a drogos eszközök, egy jó beszélgetés. A drogosok nem beszélgetnek, csak maximum egymással vagy a rendőrrel. Viszont a rendőrök hozzáállását szeretném még elmondani. Nincs problémák különösen rendőrökkel. Viszont a drogosokhoz való hozzáállásuk le a kalappal. A temetőnél, akiket nem üldöznek, azok a drogosok. Semmi baj, amíg itt vagy, meg itt lövöd szét az agyad, de a vasat el ne vidd. Tehát ilyen ahhoz, és a drogosokat nem visznek be azért, mert itt lőtte szét az agyát, tehát valószínűleg a rendőrök se értenek egyet a törvényekkel. Hát a bezáratás meg én mindenképpen jeleztem a Fecsonnak, hogy politika ide, politika oda. Ez sajnos politika. Ezt mindannyian tudjuk, hogy nem az önkormányzat akarja bezáratni a Kékpontot, hanem egy illető személy, illetve egy egyesületnek a vezetője, tehát kettő illető személy van, akik kompromisszumkötés nélkül. Az igazság, hogy ezért vagyunk itt, tehát hogy az volt az ötlete az egész kampánynak, hogy a lakossághoz fordul egy alulról jövő nyomással vagy kezdeményezéssel, meggyőzve az embereket arról, hogy miért hasznos az, ami eddig volt. És esetleg, ahogyan ezt korábban a filmben is mondtad, hogy a hatékonyság egyik alapvető eszköze az információ. Tehát a lakosságot például informálva arról, hogy miért hülyeség ellenetek lenni, és miért hasznosabb szövetségesként lenni, hogy ez volna ma este célja. És még egyetlen egyet kérdezek, és szeretnélek titeket arra kérni, hogy kapcsolódjatok be. Tehát ez egy abszolút nem egy ilyen frontális esemény. Az egész estének a lényege az, hogy ti tudjatok kérdezni, egyetérteni, vagy kritizálni, vagy ellent mondani, vagy bármire felhívni a figyelmünket. Ezért vagyunk itt. Csak még azt akartam megkérdezni, hogy ami viszont közös pont lehet a lakosság és köztetek, azt ez a krémszínű zakós hölgy fogalmazta meg, aki egy közös képviselő, hogy fogyasztói szoba lenne a megoldás arra, ami az a sok-sok probléma, ami a lakosságot ezzel kapcsolatban érinti, és ebben nem kell szerencsére feltalálnunk a spanyol viaszt. Engem újságíróként mindig meglep, amikor úgy csinálnak a politikusok, mintha valamit vagy kitalálnának, vagy Magyarországon másképp menne, mint minden áldott másik országban a világon. Úgyhogy egyrészt a te szaktudásodra és információidra lennék kíváncsi a felhasználói szoba nemzetközi eredményeivel kapcsolatban, és arra, hogy szerinted ez megoldás lehet-e, vagy egyetértesz-e azzal a hölgyel, aki azt mondta, hogy szörnyű ez az egész, de kontrollált körülmények között egy felhasználói szobával egyet tudnék érteni. Igen, most a hivatalos elnevezése ezeknek a helyiségeknek az, hogy ellenőrzött vagy felügyelt drogfogyasztói szoba. Ez azért is fontos megjegyezni, mert egyébként drogfogyasztói szobával tele van a Józsefváros, meg shooting gallerikkel, meg hasonlókkal, tehát bemegy az ember egy ilyen elhagyatott, akár még sikátorba, akkor ott talál gyakorlatilag ilyet, de hogy ennek ugye az a különbség, hogy itt
itt hát ellenőrzött körülmények között lehetne drogot fogyasztani, és ebben az egész dologban szerintem az is érdekes volt, itt a filmben lehetett látni, hogy egy csomó ember, aki egyébként nem olvasott valószínűleg erről, és nem ismeri a szakirodalmat, egyszerűen maga is rájön ennek az egésznek a logikájára, hogy annál tényleg, hogy az emberek az utcán, meg a sikátorokban, meg a kapualjakban drogoznak, annál sokkal jobb lenne, hogyha steril körülmények között tennék ezt. És hát nagyon sok város eljutott eddig a gondolatig, jelenleg a világon több mint 90 ilyen ellenőrzött fogyasztói szoba működik, olyan országokban, mint például Kanada, vagy Európán belül Németországban, Hollandiában, Spanyolországban, most fog majd Párizsban is nyílni, most fog Lisszabonban, Portugáliában, legutóbb éppen Athénban, Görögországban nyílt, tehát éppen most van egy ilyen trend, hogy egyre több városvezetés ismeri azt fel, hogy ezeket a problémákat nem lehet azzal megoldani, hogy bevezényeljük a rendőrséget, meg rendőrházat csinálunk az utcára, meg hogy razziázunk, hanem itt tényleg azt kell biztosítani, hogy az egésznek a környezetét kell megváltoztatni. És mi például az egyik legjobb példa a világon, ahol mi forgattunk, az Vancouver, Kanadában, ahol az Insight nevű ilyen drogfogyasztói szobáról készítettünk egy filmet, ezt is meg lehet találni a drogreporter.hu oldalon. És az például úgy működik, hogy alul az első szinten van ez a fogyasztói szoba, ahol ugye ilyen kis boxokban lehetett is látni a filmben, megvilágítva, steril eszközökkel, egészségügyi személyzet és szociális munkásnak a jelenlétében történik a fogyasztás, ami ugye amellett, hogy itt a fertőzések megelőzése megtörténik, előnye ennek az, hogy nem kerül ki a drogszemét az utcára, tehát minden ott marad. A fogyasztó miután fogyasztott, még egy ideig ott kell, hogy tartózkodjon a szobában, van egy ilyen társasági helység, ahol ott megisznak egy teát, leülnek, és ezzel el lehet érni azt is, hogy például ezekben a szobákban soha nem volt még halálos túladagolás, mivel ott rögtön be tudott avatkozni a személyzet, és meg tudták menteni az emberek életét, és akkor ez az első szint, ugye ez a fogyasztói szoba, és mondjuk a második szint, az pedig egy detox. És hogyha valaki mondjuk le akar állni, akkor ezt megteheti ott helyben gyakorlatilag. Ezeknek a Feri is mondta, a tűcserének is az egyik fő funkciója gyakorlatilag az, hogy bekapcsolja a fogyasztót egy ellátórendszerbe. És hogy itt is ugye ez nagyon erős a fogyasztói szobánál, hogy nem csak az a lényeg, hogy csak ott fogyaszthassanak az emberek, hanem az is, hogy egyébként elirányítsa őket olyan más szolgáltatásokhoz, amiket egyébként nem érnének el. Mert mondjuk ugye sok embernek nincs tajkártyája sem, meg stb. Még egy egyszerű, számunkra egyszerű, mondjuk egy fogászati kezelés sem tud megoldani. És akkor ezeket ott el tudják neki intézni, illetve be tudják tényleg küldeni mondjuk leszokás célzó kezelésbe. És hát a statisztikák azt mutatják egyébként, hogy ez valóban működik. Tehát sok ember ezeken a fogyasztói szobákon keresztül jut be kezelésbe, jelentősen csökkent a HIV fertőzéseknek az aránya azokban a városokban, ahol ezt sikerült bevezetni, túladagolások csökkentésében is, ugye ennek van hatékonysága, és hát valóban az egész környezetben, mivel tehát én is mondjuk a Vancouverben, ahol jártunk ezen a környéken, egyetlen egy eldobott fecskendővel nem találkoztunk, holott több ezer drogfogyasztó él azon a környéken, mert hogy ott valóban bemarad a drog szemét, és hát maguk a lakók is egy idő után, először egyébként nem szokták szeretni a gondolatot, de egy idő után, mármint azok, akik ott laknak közvetlen közelében, mert hogy ugye ki szeretne egy ilyet mondjuk a maga mellett, de hogy aztán utána rájönnek arra, hogy ez még mindig sokkal jobb, mint hogyha a kapuajokban, mint hogy mondta is ott a Jenő házmester, hogy hát mert betörik az ajtót, és akkor bemennek a... hogy annál tényleg jobb, hogyha van egy kulturált, steril helység. Úgyhogy igazából eddig a gondolatig azt gondolom, hogy eljutott a döntéshozó is, a Ferenc Vasső, aki ugye a Kábítószervegyi Egyesztési Fórumnak jelenleg a vezetője a 8. kerületben. Elég politikai bátorság kéne szerintem most már csak ahhoz, hogy mögé eljön az önkormányzat, és ne pedig a homokba próbálja megdudni a fejét, mert azzal, hogy bezárják a tűcserét, bizony azzal szerintem csak katasztrófa lesz. Csak még mielőtt, bocsáss meg, átadom neked is a szót, még egy katasztrófa, ugye Robi említette a bűnözés megugrását, de a fertőzésről még, hogyha egy pici statisztikát a többi országgal kapcsolatban mondanál, Ukrajnát is említetted. Hát
van egy nagy különbség Európa nyugati és keleti fele között abban a tekintetben, hogy mennyire terjedtek el ezek a fertőző, vírusos fertőzések, ilyen ugye a hepatitis C és a HIV vírusok. Európának a nyugati felében eleinte volt egy elég komoly hívjárvány, ezt azonban a 90-es években sikerült megállítani, azáltal, hogy nagyon sok tűcsereprogramot és hasonló ártalomcsökkentő programot hoztak létre, illetve ilyen fogyasztói helységeket. Ma már gyakorlatilag minimális az új hívfertőzötteknek a száma. Ezzel szemben Európa keleti felében, Oroszország, Ukrajna volt, Szovjetunió tagállamai, ott ezeket az ártalomcsökkentő programokat nem támogatja az állam, vagy valahol egészen tiltja is, és ott nagyon komoly járványok alakultak ki. Oroszországban, Ukrajnában például lakosságnak a 1,5%-a HIV pozitív, Európában ott a legmagasabb a HIV pozitívoknak az aránya, és a legtöbb fertőzés az a kábítószerfogyasztóknak a fecskendő megosztására vezethető vissza. Ez nem csak a drogosokat érinti, előbb-utóbb ez kimegy ez a járvány az általános népességbe, hallottuk például, hogy prostitúció, stb. Tehát, hogy ezeken az utakon keresztül ez előbb-utóbb ki fog menni az általános népességbe. Ha most egy HIV pozitív embernek csak a gyógyszer, és akkor még a orvos, meg stb. Azt nem is számítottuk, az mondjuk havonta több 100 000 forintba kerül, ugye így a hepatitis C-nél is. Egy fecskendőnek a nagyker ára az meg 25 forint. Fekete piaci ára, az meg nem is beszélve. Tehát, hogy látható azért, hogy azért megelőzés az mindig könnyebb, mindig olcsóbb, mint a problémának utólagos kezelése. Én a Tömő utcában lakom, pont ott, ahol a Feriék forgattak is egyébként, láttam a házunkat a felvételen, a nagy homokdomb mellett. És én egyszer már laktam itt 2 évet, kb. 6-7 éve valahogy akkoriban, és most lakom ott megint 2 éve. Úgyhogy én elég régóta úgy figyelem, és nyitva is van a szemem arra, hogy mi történik a kerületben. Nekem, ami nagyon szembetűnő, hogy én mintha látnék koncepciót abban, hogy mikor takarítják a fecskendőket, és mikor nem. Tehát tavaly ilyenkor nem volt tele fecskendővel az utca, és aztán valamikor szeptember környékén elkezdett tele lenni. És nem sokkal utána elkezdték azt mondogatni, hogy a kék pontot be kell zárni, mert hogy onnan jön a fecskendő. Szóval, hogyha ezt nem látnám ilyen közelről, én nem hinném el, hogy ez így tud megtörténni. Úgy igazlik meg a felelősség, csak hogy az önkormányzaté a felelősség az utcaiért, és a házon belüli vagy ajtó mögötti az volna a tietek. És nagyjából abban a pillanatban, hogy elindult ez a kirúgtuk a kék pontot kommunikáció, abban a pillanatban megjelentek a munkások az utcán, és elkezdték szedni a fecskendőt, és eltűntek a fecskendők. Szóval, hogy ez szerintem ilyen kísértetiesen durva. Tehát, hogy én pont akkor sétáltatok kutyát, amikor kín vannak a közmunkások. Tehát, hogy én gyakorlatilag minden reggel végignézem, hogy éppen kint vannak, vagy nincsenek kint, és tényleg nagyon látványosan így összejátszott ez a két dolog. Ami még szerintem nagyon látványos, az, hogy mondjuk egy olyan 7 évvel ezelőtt onnan lehetett megismerni ezeket a cuccosokat, hogy nem látszottak. Tehát, hogy valahogy nekem az a benyomásom, hogy a heroinista az ilyen szürke, és nincs aurája se. Tehát, hogy így nincs. És akik meg most vannak az utcákon, ők tényleg ijesztőek. Tehát, hogy zavarba ejtő a helyzet, és mondjuk én egy ilyen segítő típusú, szociálisan érzékeny ember vagyok, és nagyon-nagyon megrázott egyszer a Baross utcán láttam valakit fel alá rohangálni segítségért könyörögve, és egyszerűen annyira neurotikus állapotban volt, hogy én azon filozofáltam, hogy most mentőt hívjak, vagy rendőrt hívjak, vagy mi az Isten segítsek itt így nőként egyedül, hogy mit lehet ilyen helyzetben tenni? Tehát, hogy azzal együtt, hogy azt tudom, hogy most belelép a kutyám a fecskendőbe, attól aztán a világon semmi nem történik, de egyszerűen látni ezt az egészet is iszonyú frusztráló, borzalmas. Tehát én most már azt gondolom, hogy az látszik, hogy az elmúlt 25 évben, amit csináltak, az nem vált be, mert semmit nem változott a helyzet, csak romlott. Tehát igazából én azt gondolom, hogy bármilyen megoldás, ami afelé visz, hogy nem a szivárvány óvoda mellett a földön kell a fecskendőket szedegetni, az szerintem előrelépést jelentene. Látunk titeket, ugye, ha kérdeztek. Parancsolj, megpróbálod mikrofonba? Segítene sokat nekünk. Gyakorlati kérdésem, ez Fecó említette azt, hogy nem tudjátok, hogy mit szednek, hogy a szúrnak, bocs, jobb lenne, ha csak szednék. Szóval, hogy a belövő szobával kapcsolatban, hogy ez nem okoz-e gondot
gyakorlati szempontból megtervezni azt, hogy milyen segítségre lesz szükségük az embereknek, hogyha nem tudjátok, hogy mit szúrnak. Illetve amit elnézést, a nevedet elfelejtettem, a lány, aki az előbb beszél. Kitti. Kitti említett, ezt megerősítettem, én is a homokupac közelében lakom. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy egy belővőszobában azok a srácok, akik most kovályognak az utca közepén és az autó alá esnek majdnem, azok mit csinálnának? Tehát, hogy ez mennyire alkalmas egy ilyen helység ezekre a drogokra, amik most vannak. Jó, akkor Robert. Ha esetleg még nem mondtam volna, mindennapos szer használó vagyok, vagy élvező. Van rendőr esetleg a jelenleg? Voltam, már nem, már. Na jó. Viccelt, Robi. Oké. Elmondom a belővő szobák legnagyobb lényegét. A drogosoknak, tehát ugyanez a drog mindenkinél máshogy jön le, de valahol mégis egyezik. Az idegállapot függő. Ha én nyugodt helyen lövöm be magam, akkor nem lesz rajtam a kétség. Tehát az őrületembe, amikor megszűnik a kontroll, mert tehát ezzel tisztában kell lenni, hogy megszűnik a kontroll. Most akárki lehet, akármilyen erős ember, hagyjuk a rizsát. Én 20 éve vagyok mindennapos szerhasználó. Büszke vagyok arra, hogy föl a karokat. Itt még vannak vénák, nincsen szétdarabolva a kezem, odafigyelek a dolgokra, vannak a lövéseknek hátrányai, lehet dolgokat pozitívan is csinálni. Van egy új fogalom, intelligens szerhasználó, az majdnem olyan, mint én vagyok. Szóval a kontroll megszűnik mindenféleképpen, és élő példa, unokaösém esetét el is mondom, Rákóczi tér egy udvarba, kapuajba belőtte magát, ahogy kilépett a kapuajból, valami hátra csapta őt valami erő, és a földön fekve látta, hogy egy óriás patkány keresztbe szalad rajta. Ő ilyetébe a hóna alá kapta a nem létező patkányt. Kint volt a rendőrség, a terrorelhárítás, a mentő, tűzoltó, indiánról van, az egyik pirről van szó. Igen. Na most, ha lett volna belővő szoba, akkor megmondom, ez miért nem fordul elő. Nyugalomban nem kell percenként minden sarokba figyelnem, tűvel a vénámba, mikor kijön, nincs riadalom, nyugalomban elengedem magam. Nem vagyok a porba, a mocsokba, mert vannak intelligens szerhasználók, akik kimennek a világból, az emberektől távol, amikor injekciós átváltozások vannak. Tehát alapból meg kell érteni ezt a oldalt, ezért tartom jó ötletnek ezt a PIR programot. Tehát mindenképpen szükség van ezekre a szobákra, mert akkor nagyon sok ilyen dologból adódó probléma megszűnik. Nagyon sok drogoshoz hívnak mentőt, végül is feleslegesen megy a mentő, mert csak egy pszichológusra lenne szükség, aki megnyugtatja. Tehát nem tudatagolás, hanem a rémület. Sajnos ilyen rémületes most a drog. Mindenképpen szükség van a szobákra, hogy ezek a problémák megszűnjenek. Feri, még a drogok minőségéhez. Igen, tehát amit a Robi mond, az nagyon fontos, hogy ismert kábítószerek esetében a szernek a hatását a szerrel kapcsolatos elvárásaink nagyban meghatározzák. Hogyha speedet vársak, akkor speedre fogok várni, és azt a hatását fogom majd valamilyen módon konstruálni saját magam számára is. És hogyha ettől nem tér el nagyon a hatása, akkor itt nagyjából erre a vonalra megyek rá. Itt nincs elvárás, mert nem tudjuk, hogy mi. És ez nagyon fontos, hogy jönnek hangulati változások, jönnek érzések, amiket valamilyen módon kéne megérteni, felfogni azt, hogy a hatás kiteljesedjen, ez nem tud megtörténni, és akkor, amikor egy ilyen nagyon erős, üldözött státuszban van az ember, akkor ezek a hallucinációk, ezek a tévképzetek, ezek ilyen elképesztő módon felerősödnek. És akkor, amikor a mefedron, mint első designer szer betiltásra került, és nagyjából ilyen 2-3 grammokat lőttek el az emberek, ami egy elképesztő mennyiség már eleve, és nagyon durva érzelmi túlcsordulást okozott a folyamatos használat, akkor egy olyan szer bukkant föl MP3 néven, ami MDPV volt, de ott a dózis az nagyjából a 36-od része volt annak, mint amit szúrtak. Tehát, hogy ilyen elképesztő túladagolás volt, mert az MDPV-ből ilyen gyufafejnek a fele mennyiség az, amivel az ember megy tőle 4 órát. Ők meg belőttek 2 grammot. Ami ilyen, tehát maga a túladagolás volt a hatásként megélt élmény. Tehát ez egy ilyen, az, hogy nem tudjuk, hogy ezek a szerek micsodák,
Ez egy ilyen nagyon-nagyon erős alapprobléma. De legalább olyan erős alapprobléma, mint az általános kirekesztettség. És két ilyen nagyon durva probléma elegendő ahhoz, hogy ez a katasztrófa alakuljon ki, mint ami kialakult itt a 8. keretnek ezen a részén. Kérdés. Ki volt? Sziasztok, én mélyen tisztelt kormányunk itt 2020-ra azt vizionálja, hogy Magyarország kábítószermentes ország lesz, és a véleményeteket szeretném erről megkérdezni, hogy fogy a statisztika, vagy na, meg lesz, meg lesz? Nem, Róbert is talpra fog állni, biztos vagyok benne, Róbert. Szerintem ez az a szintű kommunikáció, tehát a drogmentes világról, hogy ezen azért úgy nevetünk, de kicsit így piteregve mondjuk, de ez nem komolyan vehető, sajnos. Ma egyébként ma van a ENSZ kábítószer ellenes világnapja, és hát azt is érdemes tudni, az ENSZ 1998-ban a közgyűlését még azzal a szlogánnál tartotta, hogy drogmentes világ, meg tudjuk csinálni. És hát az azóta eltelt évtizedekben ez kiderült, hogy ez a cél ez nem igazán valósult meg. Azt a célt tűzték ki 98 vagy 10 éven belül meg kell szüntetni, vagy jelentősen csökkenteni a drogkereskedelmet. Ez hát most látjuk, hogy inkább jó, jelentősen növekedett, mint sem, vagy csökkent volna. Most 2016-ban az ENSZ újra össze fog gyűlni, és átgondolják ezt a kérdést. Most már elég erős kritikus hangok vannak az olyan hozzáállással szemben, amit itt a magyar drogstratégia is képviselt, tehát hogy drogmentes világot kell kitűzni, vagy Magyarországot, mint célt. Mi azt gondoljuk, hogy ez nem egy reális cél, de ugyanakkor azért azt el kell mondani, hogy ebben a jelenlegi nemzeti drogstratégiában benne van a tűcsere is, benne van célként az, hogy fel kell tartani a tűcsere programokat. Tehát igazából, hogyha legalább a nemzeti drogstratégiának ezek a célkitűzései megvalósulnának, az már nagyon jó lenne. Tehát egyébként azt gondolom, mindenki elolvashatja ezt a drogstratégiát, amit ez a mostani kormány hozott, abban vannak nagyon jó dolgok is, ami igazából szintén egy nagy probléma, hogy még ezek a célok sem valósulnak meg Magyarországon. Úgyhogy mi ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy ennek a kampánynak része egyébként az is, hogy nem csak ez a belőszó, nem csak ez a fogyasztói szoba, hanem egyébként nincsenek rendes prevenciós programok az iskolákban, leépül gyakorlatilag az ellátórendszer, nincsen rá pénz, tehát nem tudnak bemenni azok a függők, akik még le akarnak állni kezelésbe, és hát ezeket az elemeit is kéne erősíteni, tehát úgy működne jól ez az egész dolog, hogyha kiegészítenék egymást, ezek a szolgáltatások együtt működnének egymással, és nem pedig csak egyfajta beavatkozást erőltetnénk, és a többit azt meg elhanyagolnánk. Én tudom, hogy a két évtizede rémes, de volt-e olyan pillanat, amikor egyrészt az ellátórendszer, másrészt a koncepció, a hozzárendelt pénz, a koordináció valamiért egy adott pillanatban egy megfelelő csillagzat alatt jobban működött? Látszott-e annak eredménye, vagy az olyan rövid ideig tartott, ha egyáltalán volt ilyen, hogy monitoringozni nem lehetett azt, hogy na ez volna az irány, és tyúklépésben már elértünk valamit? Persze, volt. Azt hiszem talán Fidesz kormányzat volt éppen, és egy gyönyörű együttműködés volt a minisztériummal, de olyan szintű, hogy a szakmai szempontokat és értékeket, azokat a civilek határozták meg, majd a kormányzat ez alapján írt ki programokat, majd ezeket próbálta vizsgálni, az ajtók nyitva voltak. Persze, volt. A magyarországi kábítószer probléma kezelésében volt egy paradicsomi állapot. Maga a problémánk is igazából nyugati országhoz képest paradicsomi volt, mostanihoz képest klasszisokkal jobb, ezt igazából elrontották. Tehát ez már egyszer működőképes volt, sőt, alapvetően progresszív volt a kelet-európai országok között, tűcsere program, iskolai prevenciós programok, igazából ez kész volt nagyjából arra, hogy fejlesszük tovább. Persze voltak hiányosságai, de hogy ez egy nagyon jó működő kapcsolat volt, és még egyszer a civilek és a kormányzat között baráti szintű kapcsolatban. Tehát amikor találkozunk egy konferencián, akkor válveregetéssel a helyettes államtitkár mondjuk a civillel, mert hogy annyira ismert volt a kapcsolat. Tehát ez jól működött, aztán valahogy szépen elkezd ez, távolodni. Azóta Magyarország jobban teljesít, és nincsen dolg probléma például. Hát igen, a tagadás meg a kommunikáció, csak az a baj, hogy
Tehát ez valahogy úgy érzem, hogy sokáig abban bíztunk, hogy nem kell elmenni a falig, hogy meg tudjuk előtte ezt fékezni, hogy egyébként lesz annyi emberi érzés a kormányzatban, hogy lesz valaki, aki azt mondja, hogy figyeljetek, ez egy ilyen járványügyi helyzet, és hogy amúgy ezzel most már ne szórakozzunk. De hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy ez egyszerű hatalmi mámor, vagy tájékozatlanság, vagy egy szimpla szavazatszerzési akció, vagy egyszerűen csak az arra való bazírozás, hogy egyébként van egy kirekesztett társadalmi csoport, aki tök sokat tud hozni szavazatot. Csak mindez most már Budapest belvárosában történik, és elmentünk a falig. Tehát hiába zárták be a kőbányai piacot, nem tudjuk már tovább tolni oda az embereket, vagy az nem lesz annyira jó flash, hogyha az lesz a dolgok vége. Tehát ezzel most már valamit kezdeni kell, ezzel a problémával. Jó lenne, ha nem mennénk el a hívrobbanásig, bár rohamléptekkel haladunk afelé. Addig. Én egy öreg madonna gyepes lakos vagyok. Aféle kocsinát a házmester is. Ja, így. Aha. Itt megbírt a sötétben. Tehát aféle bot csinált a házmester, és jobbról szeretnék egy kicsit előzni, ez egy nagyon, és értem pontosan mit jelent, de talán sejtetni szeretnék. Nevezetesen arról szeretnék néhány szót szólni, hogy én, amikor 11 éve ide kerültem a Karácsony Sándor utcába, Madonna negyedbe, itt egy kocsma, diszkó, drogtanya, bordé konglomerátum fogadott engem, és én akkor megfogadtam, hogy ezeket a körülményeket megváltoztatom. Akkor még a rendészeti módszerekben hittem, természetesen a jó érzésem azt diktálta, hogy ez szociális, jogi és gyógyászat, és még sok minden más probléma is, de annyira, miután lőttek is rám, el voltam keseredve, és egy kicsit beszűkültem. Én azt szeretném most fölvetni a lakosság részéről, ez a kitűnő házmester barátom, az a testes úr, akit természetesen ismerek a tüntetésen, amikor ott voltam, láttam őt is, hogy mitől is van ez a nagy idegenkedés. Értelmes, ez hozzám hasonlóan egyszerű emberek, akik ugye a fejébe vették, hogy megáltalkodott bűnözők a drogosok, én nem osztom ezt a nézetet, soha nem is osztottam. De azért tudni kell az, hogy itt egy humán katasztrófa közelek, és egy költői kérdést tennék föl, és elnézést, ha össze-vissza veszek egy picit, igyekszem koncentrálni, költői kérdést tennék fel a tekintet, hogy vajon mit gondoltok, hogy miért éppen a 8. kerületnek, amelynek sajnos vannak ilyen hagyományai, de a 8. kerületnek is miért pont a bérlakás komplexumukra terjed ki, ezről már beszéltünk a Ferivel is. Nos, megválaszolnám ezt a kérdést. A rendezetlen lakhatási viszonyok. A teljesen össze-vissza ellenőrzés nélkül, tudom az ellenőrzést szó baloldali körökben nagyon visszatetsző, de bizony azt akarom mondani, hogy én miután a jogállamnak a romjaiban lévő jogállamot szeretném valamennyire itt egyszerű emberként képviselni, hogy bizony e tekintetben jogos a lakók idegenkedése, akik csak azt látják, hogy ezek a szerencsétlen nyomorultak ugye beveszik magukat a teljesen ellenőrzetlen és bármikor kinyitható lakásokba. A mi házunk a legrendezettebb az egész negyedben, miért nem most erre nem térnék ki. De azt elmondhatom, hogy már ott is bomlik a rend, ugye, és az üres lakásokba beveszik magukat a drogosok. Ez iszonyú ellenérzést kelt. És azt kell mondjam, hogy ez egy komplex probléma, mint ti is tudjátok ezt, és ezt miután még egyszer hangsúlyozom, hogy a önkormányzati lakásokba fészkelték be magukat, vagy hogy mondjam, udvariasabban, nem akarok fölöslegesen udvariaskodni, itt találnak ez a bűn bástyája, védbástyája az önkormányzati házak, és meg kell érteni azt az állítólag kisebbségben lévő úgynevezett tisztességes embereket, ez tudom, nagyon ingoványos terület, ki az, ki nem az, de hát ugye én is 40-valány éve dolgoztam, nyugdíjba mentem, és bizony tényleg nagyon veszélyben érezzük sokszor magunkat, öregek, nők, gyerekek. Én azt javasolnám, hogy ezt a ismeretterjesztőnek, de mégis egy bizonyos körnek szóló
előadás, nagyon értelmes, és te kiválóan is beszélsz, igazán semmi okom nincs dicsérgetni téged. De azt kell mondjam, hogy látom, hogy szót értetek a népség katonasággal is, és ezt akár a mi bevonásunkkal is erősíteni kellene. Nem tudok mást mondani, csak azt, hogy ez a katasztrófa, ami sújtja, és ezt itt politikai szélfütyül, ez teljesen egyértelmű, mert adat. Hadjáratot viselnek a szegények ellen, és azt a pár nyomorult lehetőséget is, ami még itt kibontakozás lehetőségét mutatja, durván eltiporják. Tehát tényleg az van, hogy éjjel megszállják a házakat, aztán reggelre elszáll, mint kelő nappal az éjjel köd, mert azt hiszik, hogy ezzel megvan, oldva, hogy szétvernek mindent, tehát ezzel tudjuk, hogy nincs megoldva. Ezeket az utakat kellene járhatóbbá, átjárhatóbbá tenni, én azt mondom, szélesíteni ezt a kört, amiben megbeszélte, és meg lehetne győzni nagyon sok tisztességes, úgynevezett tisztességes, becsületes embert, hogy ez a járható út a legitimitás és a egymással való szótértés érvekkel. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, ez biztos, hogy nyitott ajtókat döngett a lakosság megszólításával, mert az az egész ma este célja, hogy meg legyenek szólítva azok, akik ott élnek, akiket érint. Ez volt tehát, vagy a kérdéssel nem válaszolsz, mert az úr azért azt kérdezte, mielőtt folytatjátok kérdéssel, ami a filmben is nagyon kiderül, hogy azért miért olyan kevesen értik meg azt, amiről most itt beszélünk azok közül, akik ott laknak. Ugye ő azt kérte, hogy hogyan lehetne még több embert meggyőzni arról, hogy mi a járható út. Ez egy nagyon nehéz probléma. Tehát, hogyha a lakókról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy van. Én szerintem ez egy ilyen negyed óra, 20 perc, hogyha valakivel le tudunk ülni és megbeszélni. Egy rendkívül fárasztó dolog. És hogy persze nem tudunk mindenkivel, de hogy a lakókkal egyesével kell mindenkivel, nagyon fontos egyesével elmagyarázni, de hogy ezzel már egyszer végigmentünk. Ez egy megküzdött harc volt, ezt lehet harcnak nevezni. 2000-es évek elejére lezártuk a kérdéskört, az ártalomcsökkentés jó, tűcsere jó, és hogy ez már épültünk. És én most kimentem újra ugye terepre a házakba is, és persze próbáltam elmagyarázni embereknek, de ez egy nagyon, nagyon, nagyon sok rossz érzést kelt, hogy több évnyi munka után még mindig most ott tartunk, hogy de jó, hogy elmegy a kék pont, az ember mondta, hogy de jó, de hát hogy mi a jó? És hogy ez új energia kell, új erő kell, és ez támogató közeg kell. Az önkormányzat támogató közege nélkül nem lehet ezt a programot vinni, lehetetlen. A rendőrség támogató közege nélkül nem tudunk előrelépni. A lakók szerveződései nélkül, a házi orvosok nélkül, ezt nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát. Ez nem pénzkérdése, ez nem 30 millió, 60 millió, adodobott 500 millió kérdése. Árazzuk vagy mennyibe kell a rendőrség az együttműködés? 5 milliárd forint. Vigyük be borítékba, vagy mi a megoldás? Tehát, hogy ez nem így működik. Nagyon, jó, így működik, de mi nem így működünk, Robert, így van, pontosan. Mi nem így működünk. Nekünk egyrészt nincs, meg igen. De hogy szerintem az fontos, hogy ha az önkormányzat ebben nem partner, akkor nincs levegő ehhez a melóhoz. Nincs, egyszerűen nem megy. Annyit, hogy ennek a kampánynak a részeként egyébként majd ki fogunk vonulni a Józsefvárosba is, bizonyos frekventált helyekre, ahol majd gyűjtünk aláírást emellett a kampány mellett, tehát ott a helyszínen is próbáljuk majd megszólítani az embereket, párbeszédet kialakítani, és hát nagyon örültem ennek a hozzászólásnak is, mert pontosan ilyenekre van szükség, tehát arra, hogy ez csak egy kezdeti esemény, és szeretnénk majd ezt folytatni ott a helyszínen, akár ilyen lakógyűlések, házgyűléseknek a megszervezésével levetíthetjük ezt a filmet. Mi teljesen nyitottak vagyunk erre, és mi szeretnénk ebbe az irányba tovább menni, úgyhogy és itt az önkormányzattól is egyébként a párbeszéd nagyon fontos lenne. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz dolog volt, hogy amikor a legutóbb a kék pontról folyt szó az önkormányzatnak az ülésén, akkor a kék pont nem kapott szót. Vagy például, hogy jelenleg is nem jön ide az önkormányzat, és nem beszél velünk. Tehát, hogy az fontos. Az önkormányzattól? Jaj, de jó. Akkor lehet, hogy le tudjuk. Költünk meghívott egyébként. Szóval hogy ez a párbeszéd azt gondolom, hogy nagyon fontos. Ez az egész kampány, ez nem senki ellen nem szól.
Ez az egész kampány az arról szól, hogy közösen üljünk össze, beszéljünk, találjunk erre egy olyan megoldást, ami mindenkinek jó. Tehát tiszta lappal kell indítani ezt az egészet, le kell ülni, és akkor talán meg tudjuk találni ezeket a megoldásokat. Jó, igen, megint. Akkor mert szeretne hozzászólni? Hát, szerintem azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk. Jó, elnézést, nem önkormányzattól vagyok itt, hanem képviselő vagyok. Tehát ezt időnként úgy tisztázni kell, hogy a kettő nem ugyanaz. Tehát nem hivatal. Tessék? A Humán Szolgáltatási Bizottság szociális területért felelős alelnöke vagyok, Révész Márta. Na most mi készítettünk interjút is, szóval amit tudtam az üggyel kapcsolatban, meg amit gondoltam, én elmondtam, és most ilyen kefülésről jöttem, különben az volt 4 órától, amelyik azt mondta, hogy most új nemzeti drogstratégia van, tehát az, amit előzőleg 2 éven keresztül az önkormányzatban készítettünk a KEF-en belül, a Kékpont részvételével is, drogstratégia a kerületben, azt felejtsük el, mert hogy ugye most újat kell csinálni, mert új időszámítás van. Na most július 15-ig kaptunk határidőt arra, hogy javaslatokat tegyünk arra, hogy hogyan kell módosítani az előzőt. Amit én ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy én attól félek, hogy a Kékpont tűzcsere programjának a megszüntetésével pont az alacsony küszöbű szolgáltatás fog eltűnni a kerületből, ami nélkül nem lehet a drogosokhoz hozzáférni. Tehát amikor a Kékpontnak az egy évvel ezelőtti beszámolóját elolvastam, és ott az volt a javaslat, hogy a kerületben a helyzetet akkor tudjuk javítani, hogyha sokkal több utcai szociális munkás van, sokkal több olyan ember van, aki az utcán elérhető drogosokkal kapcsolatba tud kerülni, akkor tudunk segíteni az egész rendszeren. Én azt gondolom, hogy ha ez megszűnik a kerületbe, akkor hiába van utána kapcsolatunk olyan szervezetekkel, akik esetleg már leszoktató programokat tudnak ajánlani, nem fognak oda jutni az emberek, és sokkal nagyobb bajunk lesz, mint amit akkor húznánk magunkra, amikor el kell magyarázni a szomszédoknak, hogy ez a Kékpont nem rosszat akar, hanem segít abban, hogy minél kevesebb problémás emberrel találkozzanak, meg hogy sokkal több ember kell, aki a tűcserét összeszedi. Hát ez ilyen egyszerű. Na most ővel régi kapcsolatunk van, tehát régi ismerősök vagyunk mi. Ő neki az a jogos kívánsága, hogy az önkormányzati házakban legyen lakónyilvántartás, és az önkormányzati házakban pontosan lehessen tudni, hogy melyik lakásban ki lakik, és ezek kontrollált lakások legyenek. Tehát nem olyan, ami egyik héten ez lakik benne, másik héten az is, nem lehet tudni, hogy kitöri föl a lakásokat. Tehát őnek ebben tökéletesen igaza van. Az önkormányzatnak voltak már olyan programja, amikor végig tekintették azt, hogy tehát a lakónyilvántartást és a jogosultságokat ellenőrizték, de hát ezt évente kellene csinálni valószínűleg. Elnézést kérek! Jó, nagyon szépen köszönöm. Gusztáv, ne haragudjon, én is végighallgattam szó nélkül. Köszönöm. Tehát abban egyetértünk, hogy volt ilyen. Úgyhogy, hogy milyen sikerrel, az egy más ügy, de próbálkozott vele az önkormányzat. Köszönöm szépen. Igen, csak a Robi akart reagálni már kétszer is. Kettő mondatot szeretném csak elmondani. A kormány drogmentes programja nagyon jól működik. Drogmentességet azoknak, akik nem drogoznak, de gondolom azoknál nincs is otthon drog, ugye? Úgyhogy előbb erről minket kéne megkérdezni. Azért, mert én lövök, nem hiszem, hogy attól valakinek több adót kéne fizetni, vagy az én tümmel megszúgta valaki magát? Azt se hiszem. Nem üvöltözök lakott területen. Úgyhogy
drogmentes politika, ez egy ismételt munkahelyteremtő program, mert lesz ismét létrehozva egy szervezet, ahol dolgozni fog 8 képviselő, 6 testvér, 4 szomszéd, mindegy, legyetlen munkahelyteremtő program, hülyeség az egész. Itt nem kell megelőzni, én tőlem nem, engem nem tudnak rehabilitálni, ha én nem akarom. Na most attól a szertől nem lehet függő senki, amitől én nem vagyok, nem remegek, és a többi, illetve valaki észrevett, hogy be vagyok állva. Csak meg közlöm, hogy be vagyok állva. Ezt szó szerint elmondom, van valami a hatása rajtam? Látta valaki? Izzadok, kicsit melegem van, tudok magamról, nem remeg a kezem, nincsenek tünetek, nem üvöltözök, nem vagyok agresszív, és a többi, és a többi. Ezt a műsor végén el akartam mondani. Úgyhogy, de persze nem minden drogos ilyen, úgyhogy hagyjuk a rizsát. Elsősorban minket kéne ezekbe a programokba belevonni, minket erről nem kérdezett meg senki. Tehát Orbán Viktor, amíg nem szívott el egy cigarettát, elnézést, addig arról ne beszéljen. Én még nem írtam újságcikket soha, és nem is tudok erről előadást tartani, illetve szankciókat sem tudok hozni. Ez a mi üldözésünk, ez alapvetően szegregáció, mondjuk ki, amit ki kell mondani. A ország drogellenes új programjának más. Az az úr akart kérdezni az elsősorban. Igen, itt a beszélgetés során meglehetősen nagy hangsúlyt nyert a kirekesztő magatartás, mindazon probléma, amely azt akadályozza, hogy a józan belátásoknak megfelelő helyes megoldások szülessenek a drog problémára. Mindenki megpróbál állást foglalni, és hát nehezen találom a helyemet, én, aki nem vagyok egy alapvetően kirekesztő gondolkodású ember, és azt szeretném kérdezni, hogy mit tanácsoltok nekünk, akik távol vagyunk a problémától, habár én a Magdolna utcában lakok meg élek most már több mint 10 éve, nagyon jól ismerem a környéket, de olyan életmódom van, hogy nem kerülök közel azokhoz az emberekhez, akik ezekkel a problémákkal küzdenek. Ugyanakkor kiszolgáltatottnak érzem magam, piszkosul kiszolgáltatottnak, de nem az elesetteknek vagy a kemény problémákkal küzdő emberek kiszolgáltatottjának érzem magamat, hanem annak a rezsimnek, amely nem enged megoldásokat, illetve olyan álmegoldásokat erőltet, amelyek láthatóan nem hoznak eredményt, és józanul gondolkodó, passzív ember számára ez egy nagyon elkeserítő helyzet. Tehát a kérdés az lenne, hogy mit ajánlanátok annak a masszív tömeget képviselő lakosságnak, aki szeretne tenni, de nem tudja, hogy milyen eszközei vannak arra, hogyan kapcsolódjon, és a többi, és a többi. Tehát a rezsimtől fél, különösebben annál fogva, mert hogy nem probléma közeli életmódot folytat, és a többi, és a többi. De egy jó ember, toleráns, segítőkész. Tehát ugye, mert azt nagyon elmondjátok, hogy kirekesztés, félelem, gyötrelem, ez a következménye. És annyira jó lenne hallani egy csomó tanácsot, nem a droghasználók számára védelmében, szűk környezetében adva, hanem azoknak, akik még jó sokan vannak ebben a kerületben. És jó potenciál. Szerintem az egy nagyon fontos kérdés, és erre én is a munka során jöttem rá, hogy azt a kérdést kell föltenni, szerintem minden kerületben lakónak, de a Józsefvárosban is, hogy mire van az önkormányzat, mi ez a dolog, minek van ez, minek hoztuk ezt létre, ki hozta létre, mi ennek a funkciója, arról szól, hogy kapok egy új személyigazolványt, vagy arról szól, hogy megbüntetnek, vagy mi az, vagy parkosít, mi végre van az önkormányzat.
Mi ennek a funkció az életünkben? Miért felelős? Mit kell neki megalkotnia, és mit kell segítenie? Mi az ő küldetése? Megkérte valaki őt arra, hogy átváltoztassa egy térnek a nevét? Volt-e egy igény a részünkről? Kérte valaki, hogy ennek a partnak a helyén más legyen? Megkérdeztek-e minket arról, hogy mi legyen? Miért nincsen közösségi mosoda, közösségi kert? Miért nincsen egy kertmozi? Miért nincsenek olyan intézményrendszeri elemek, amiket neki kell létrehoznia? És akkor, amikor elmegy a választásokra, akkor vagy tegye a voksát oda, aki ezt kínál, vagy mondja azt, hogy akkor el fogok indulni én a választásokon azért, hogy ezt megteremtsem. Mert addig, amíg az önkormányzat nem teremt, nem csak a Józsefvárosban, bármelyik városban támogató közeget arra, hogy a civil szektor beindulhasson és menedzselhessen nagyon olcsó, nagyon hatékonyan problémát, addig nem fogunk eljutni egyről a kettőre. Ezt mutatja minden ország, minden példája, az önkormányzat működteti ezeket a helyeket, mert az ő felelőssége működteti. Nagyon fontos lenne eddig eljutnunk, hogy mi végre van az önkormányzat. Igen, ez, hát ez demokráciafejlesztés, közösségfejlesztés, ezzel kell foglalkozni, a mi profilunk a közegészségügy egyértelműen, de kétségkívül vannak olyanok, akár azt hiszem, hogy Lajos is mond majd erről pár szót, a kerületben én azt gondolom, az utóbbi pár évben elindult valami mozgás a civil szektor részéről. Felbukkantak olyan új civil szerveződések, amelyek azért az ingatlanfejlesztéssel egy hullámban jönnek. Azért itt Budapest belvárosában vagyunk. Nagyon fontos lenne, hogy azt a kerületbe áramló tudástőkét, társadalmi tőkét, kapcsolati tőkét, amik a lakosság segítségére lehet, ez valamilyen módon fókuszpontokra húzzuk, ezek létrejöjjenek. De mi nem ezzel foglalkozunk. Izgalmas a közösségfejlesztés, meg érdekes a közösségépítés, de nem ez a profilunk. Meg kell találni azokat az aktorokat, azokat a szereplőket, akik képesek ezeket a fejlesztéseket elindítani. Persze elképesztő hátrány indul a kerület, hiszen nincsenek nagy számban olyan képzett emberek, mint mondjuk egy második kerületi régióban. Mert egyszerűen szegénység van. A szegénység nagyon sokszor együtt jár azzal, hogy valaki nem tájékozott, nem jár iskolába, nem tud érdeket képviselni. Ezt a munkát kell elindítanunk legalább azon a szinten, hogy akkor tegyük fel a kérdést, hogy ki az, aki itt a dolgokat csinálja. Egy mondatot szerettem volna. A 8. kerületi lakosokról van szó, hogy ők akar. De hát azok mi vagyunk? Hát álljunk már meg egy szóra, én drogos vagyok, 8. kerületi lakos vagyok 20 éve. Haló. Akkor az önkormányzat nem tartozik felelősséggel, én értem? Önkormányzati lakásom volt, egy évig kivásároltam, megvásároltam a saját pénzemből, és a többi. És ráadásul, tehát rajtam kívül még a 8. kerület drogosai közül még vagyunk vagy 600-an. De mi is 8. kerületi lakosok vagyunk. Mindenki megy szavazni? Ez a másik. Még erre válaszol, hogy gyakorlatilag az egész kampány ez erről szól, hogy egy helyi támogatást felépíteni, emögé a javaslat csomag mögé van egy petíciónk, amiben bele van írva például ez a fogyasztói szoba is, ami egyébként nem csak a fogyasztónak az érdeke, azt gondolom, hanem annak is, aki ott lakik a környéken, mert az ő lépcsőházába szúrnak, mert ő fog belelépni abba a tűbe, tehát hogy igazából itt azt gondolom, hogy nincs különösebb érdekellentét fogyasztó, meg nem fogyasztó józsefvárosi polgár között. Tehát, hogy mind a kettőnek az az érdeke, hogy itt legyen egy ilyen fogyasztói szoba. És azt is láttuk, hogy még a polgármesteri hivatalban is sokan ezt már eszébe jutott az embereknek. Ők ugye ezt akkor, én azt gondolom, hogy ennek akkor lesz realitása, hogyha lesz elég számú ember, egy kritikus tömeg, aki mögé áll ennek a javaslatnak helyi szinten. Mert ugye mindig ugye azt mondják, hogy hát igen, de a kerületi polgárok nem akarják a kék pontot, ők a rendőrt akarják, stb. Hogyha van egy megfelelő számú ember, azt gondolom a kerületben, pont most így a önkormányzati választások előtt azért szerintem egy
ez egy érzékeny dolog, hogyha akár összegyűl pár száz józsefvárosi polgár, akik azt mondják, hogy mi ezt támogatjuk, és kiállnak ezért, akkor azért én azt gondolom, hogy az önkormányzat sem hagyhatja ezt figyelmen kívül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lenne most a cél, hogy magában a Józsefvárosban is fogyasztókat, nem fogyasztókat beállítani e mögé, leülni, fórumokat szervezni, hogy az úr mondta helyi szinten is, és arra meghívni az önkormányzatot is, és akkor ők látják, hogy bizony itt van egy komoly helyi dolog, egy helyi kezdeményezés, és hogy ezt érdemes támogatni. Nekem is van egy pár. Igazából azt akartam kérdezni, hogy az merült fel bennem, hogy miért fognak bemenni fogyasztói szobába, tehát az arra vagyok kíváncsi, hogy miben változtatja meg az azt a magatartást, hogy megszerzi, tudom, hogy hol szerzi, mert látom, hogy melyikek azok a házak, és a következő sarokig jut el. Tehát, hogy nem látom, hogy mi lenne a motiváció arra, hogy elmenjen még két utcányit. Ezt nagyon gyorsan el is mondom, hogyha egy fogyasztószobában fogok lenni, ott maximum a mellettem lévő ápoló vagy orvos fog látni, a szomszéd Józsi bácsi kisfia nem fog látni. Én amikor megkezdem az álmokfutásomat, az injekciózásokat, eljövök otthonról, hogy az átváltozásaimat ne lássa a családom. És sajnos ez nem mindenki gondolja, így 100-ból egy lehetséges, én így gondolom. Tehát ezekre a fogyasztói szobákra azért van szükség, mert az emberek nem fognak megbotránkozni, nem fognak olyanról ítélkezni, ami mondjuk indulatokat szít, és akkor ezáltal ilyen szankciók fognak születni, vagy pedig bizonyos jogszabályok nem módosulnak a mi érdekünkbe. Tehát ezért van szükség a drog használói szobára, mert ti ne nézzétek végig mondjuk azt, amikor én belövöm magam, és egy ijedelemben, hogy egy patkány beszalad a ruhámba, mesztelenre vágom magam, és elkezdek segítség, gyere, nézd meg, mi van itt, pedig mi van itt, okay. Itt, mert nem ott, itt, hol? Szóval ezeket a műsorokat ne lássa más. Az emberek legtöbbször ettől botránkoznak. Nem attól, hogy gipszjakab beignecióztam magát, és elvitte innen az alumínium csövet, ami volt 50 kiló. Hát könyörgöm, beinerciózom, magam nem bírok felemelni, nem hogy egy kilót, a fejemet nem bírom felemelni a földről. Na, tehát, hogy ezeket a történeteket, ezeket a megéléseket ne a civilek éljék meg. Nekem az a lényeg, hogy én el tudjak vonulni békében, magam, a kábítószer, a hatás és én. És emiatt ne szenvedjen X, Y, semmilyen szín alatt. Illetve ez egész. Egyetlen mondat, hogy ma miért, tehát, hogy mert az mi emberek úgy működünk, hogyha valahol jobban, jobb életminőségben tudunk élni, oda megyünk. Teljes mindegy, hogy ez földrészt jelent, vagy szobát, bármit. Mindig a fényre megyünk, ott, ahol jó, ahol emberi hangon bánnak velünk, és a droghasználó szoba erről szól. Biztonságosabban tudok élni, és ez annyira alapvető emberi törekvés, hogy ebben nem tudunk lukra futni egyszerűen. Ugyanez, ahol mi például jártunk Vancouverben, ott is egy hát eléggé lepukkant városrészben van ez a szoba, és nagyon sok hajléktalan ember van, és hogy gyakorlatilag azt mondták, hogy szeretik ezt a szobát, szeretnek oda bemenni, mert ott emberi szót hallanak, a saját közösségükben vannak, ott egyébként foglalkoznak velük, elbeszélgetnek arról, mi a gond, mit tudunk segíteni, stb. Tehát igazából számukra ez nem csak az a hely, ahol a drogot fogyasszák, hanem egyfajta ilyen közösségi hely, ahol szeretnek bemenni az emberek, és tényleg bemennek, és nagyon sokan használják, és kiállnak, kis állnak utána érte. Tehát, hogy ahol tényleg ilyen szoba nyílt, azzal soha nem volt gond, hogy meg kell tölteni. Azzal mindig van gond, hogy esetleg nem elég, vagy még egyet kéne nyitni, mert ott már nem férnek el. Ezzel lehet gond. Az, hogy bemenjenek, azzal soha nincsen gond. Engem Bódis Lajosnak hívnak, és én is józsefvárosi lakosként kértem szót. Azokra szeretnék reflektálni, akik az előzőekben Józsefvárosról beszéltek. És két dologról szeretnék beszélni, az intézményekről és a civilekről. Én jó néhány éve figyelem a lakosként az intézményeket, többet magammal, és az a tapasztalatom, és higgyék el, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy
sokkal nagyobb problémák vannak, sokkal több és apróbb részletben, mint az ember az első pillanatban gondolná. Tehát tulajdonképpen akárhova nyúl, akármivel kezd el foglalkozni lakosként, ott elég hamar meglepő problémákat talál. És hogyha ez szóvá teszi, pláne hogyha nem több százan, mint ahogy itt elhangzott, tudom, az egy petícióról szólt, de akár csak 3-4 ember elkezd eléggé kitartóan kerületi, internetes, meg élő fórumokon beszélni olyan problémákról, amikkel szembe találkozik, mondjuk a közszférában máshol dolgozó emberként, vagy a magánszférában dolgozó emberként, aki rácsodálkozik arra, hogy milyen borzalmas észszerűtlenségek és felelőtlenségek vannak. Na szóval, hogy higgyék el, az hat. Nem nagyon sokáig, mert a másik oldal, illetve az intézményi oldal megtanul ehhez alkalmazkodni, de meglepetést tud okozni. Tehát akár egy ember, 2, 3, 4, 5 beszólás, bejegyzés, következetes kérdezés, hogy nem hagyom annyiban, hogy elmegyek, hogy visszatérek. Na és akkor szeretnék néhány példát mondani. Nagyon örülök a Márta támogató hozzászólásának. Révész Márta, aki nagyon régóta tagja az önkormányzatnak, és szociális testületekben vezető tisztségeket visel. No, de hát Márta, ezt a támogató hozzáállást a polgármesterrel való hivatalos beszélgetésekben, meg az önkormányzat hivatalos fórumaiban is kellene képviselni. Én magukat, a maga politikai csoportját, aki ellenzékben van most elvileg itt Józsefvárosban, annyira nem látom ezt képviselni. Az utóbbi hosszú időben kifejezetten az önkormányzat propagandistáiként lépnek fel azokon a fórumokon, amit az önkormányzat szervez a lakosokkal. Nagyon jó volna, hogyha lennének az intézményrendszeren belül olyan szereplők, akik jeleznek, hogy valami probléma van. Például mondjuk Márta része volt a kábítószerügyi egyeztető fórumnak, most is az, másfél évig nem nagyon lehet tudni, hogy mit csinált ez a fórum. Az a gyanú, hogy nem is nagyon ült össze, jegyzőkönyve nem volt. Ezt hosszú ideje nem lehet megtudni, nincs róla hivatalos információ, hogy mit csináltak ezek az emberek. Márta, ne haragudjon, nem szólt, nem hiányolta, nem tette szóvá az önkormányzat fórumain. Lehet egyébként, hogy nem is érdemes politikailag ezt tenni. Józsefvárosban nagyon alacsony a választási részvétel, tehát nem lehet, és a szegények nem mennek el szavazni, tehát nem lehet arra számítani, hogy biztosan, hogy megérje, vagy ez egy könnyű befektetés politikailag beleállni ilyen ügyekbe. Hát ráadásul maguk, mint ellenzékiek, tanácsadói megbízást fogadtak el, a jövedelmük nagyobb részét az önkormányzat által bármikor visszavonható tanácsadói megbízással szerzik. No, az tapasztalatom szerint az ellenzék, nem bocsánat, a kritika, nem az ellenzék, a kritika az független lakossági oldalról tud jönni, ha valahonnan. És hogy mit lehet csinálni? Hát például ez a bizonyos tanácsadói szerződéssel foglalkoztatott képviselők a Kesztyűgyár nevű intézménynek a tanácsadó testületi tagjai, akik hétfőn és csütörtök délelőttönként ügyeletet tartanak ott. Oda lehet menni és beszélgetni lehet velük. Egy csomó mindent nem tudnak ezek a képviselők sem. Egyébként ugyanúgy nem tudnak a családsegítő munkatársai, vagy nem lehet tudni arról, hogy a most folyó nagy szociális városrehabilitációs program keretében mit tettek a vállalt drogmegelőzési program elősegítése érdekében, vagy nem lehet tudni, hogy a szintén drogmegelőzési céllal létesített sportudvarokon miért nincsen szociális munka. Rengeteg minden van, amit meg lehet kérdezni a képviselőktől ezen a bizonyos heti kétszeri fogadórán, közmeghallgatáson, képviselői fogadórán, önkormányzati Facebook oldalon. Tehát el lehet kezdeni ma este, és hogyha nem kapsz választ, akkor állj rá, legyél következetes, és eredményt fogsz elérni. Utolsó gondolat, hogyha ilyen nem egyéni vagy
Tehát nem teljesen egyéni akciókról van szó. Én nagy fantáziát látok, ahogy elhangzott utcafórumokban, házak, udvarán tartott beszélgetésekben. Egyáltalán az emberek szeretik, ha beszélgetnek velük. Az intézmények emberei is szeretik egyébként, hogyha beszélgetnek velük, csak mondjuk nehéz helyzetbe ne hozzák őket, könnyű őket nehéz helyzetbe hozni, a lakosok pedig kifejezetten szeretik. Szóval ennek csak az a hátránya, hogy ott több embernek kell összeállni, hogy ilyenek legyenek. Ezt, amit az előbb mondtam hosszasan, ezt akár egy-egy ember is csinálhatja, és eredményes lesz. Köszönöm, és elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Képviselőnő megszólítatott, úgyhogy... Köszönöm szépen, akkor most tájékoztatás fog egy picit következni. A kábítószerügyi egyeztető fórum a kerületben... Szóval lehet, hogy ezt is szét tudom szedni. A kábítószerügyi egyeztető fórum a Kékpontból Rácz professzor vezetésével működött az elmúlt két esztendőben. Azt gondolom, hogy tiszteletre méltó feladatot látott el és eredményeket ért el. Elkészített egy drogstratégiát, felmérést végeztetett az összes 7.-8. osztályban a droggal kapcsolatos ismeretekről, szokásokról, egyebekről. Én azt gondolom, hogy nincs szégyelni valója. Azt nagyon bánom, hogy a Kékpontot csúful kirakták az egyeztető fórumból, mert a szakértelmükre és a munkájukra azt hiszem, hogy a kerületnek mindenképpen szüksége lenne. És most én még októberig ennek a fórumnak tagja vagyok. Valóban nincs hangfelvétel, tehát nem tudom produkálni, és nem tudom elmondani, hogy mikor, milyen hozzászólásokat tettem. Ha Rácz professzor esetleg gondolja, akkor még az eddigi munkákról tud tájékoztatást adni, és a Kékpont tevékenységéről. Köszönöm. Van még időnk. Még bírjátok? Még egy fél órát? Vagy egy negyed órát legalább? Jó, oké, negyed óra. Akkor még egy pár kérdést, akiben még beleszorult a mondani valója, például rögtön itt. De ez talán kicsit költői lesz, mert nem hiszem, hogy itt ül köztünk, akivel azt tudna ráadni, bár talán azért jogot ismerve a taszosok igen, hogy az miért van, hogy a rendőrség egyébként úgy teljesen tehetetlen, hogy látszik, tudjuk, akik a környéken élünk, pontosan tudjuk, hogy melyikek azok a házak, ahol drogárulás van. Többször láttam már kiszaladni rendőrkutyát, akit a gazdája éppen nagyon dicsért, tehát nyilvánvaló volt a helyzet. Többször látok a környéken razziákat, és igazából zavartalanul történik tovább minden, tehát hogy nem, az látszik, hogy ez nem segít semmin, csak arra vagyok kíváncsi, hogy vajon miért. És kedves képviselő, magától elnézést kérek, azért ide fog jönni a válasz ez a kérdés. Erre soha egyetlen egy választ nem adott az önkormányzat egyik oldala sem, egyik politikai oldal sem. Azért, kedves hölgyem, mert az önkormányzatnál az utca és az önkormányzati házak belső rendje elválik egymástól olyképpen, hogy a rendőrség teljesen tehetetlen, két rendőrkapitánnyal is beszéltem, és mint szende szűzlányok mosolyogtak, vagy voltak zavarba akkor, amikor föltettem azt a kérdést. Na de hát ugye, én ugyan tudom, hogy miért. Miért nem mennek be az önkormányzati házakba, ami a bűnözés meleg ágya, ugye? Mert hogy teljesen rendezetlen, bizony azok a viszonyok, amiről ön beszélt, kedves képviselőasszony, azok tök rendezetlenek, és természetesen a mi programunk, ami ne ijedjenek, mert nem ismertetni akarom, nem csak a bérlemény ellenőrzésről szól, hanem egy sok szempontú szociális jogi rendezettségről, ami tökre hiányzik, már a tanácsi rendszerből is hiányzott, és ez egy tanácsrendszerbeli zárvány, de döblő zárvány. Bármint kinek?
Igen, csak hogy a rendőr nem akar konfliktusba kerülni, az önkormányzat, a mulasztó, súlyosan mulasztó, hogy más szót nem az önkormányzattal, ami teljesen injúriális állapotokat tart fönn a házakban. Na most ő nem tud mit csinálni, mert a bűnöző azért nem tud bűnt írni, mert fogalma sincs, hogy például az a lakás egy üres lakásban úgy el tud tűnni. Ne a drogosokról beszélünk, a bűnözőkről, akárkiről, nem tudom én mi. Na de látom, hogy bemegy a rendőr, sőt azt is látom, amikor kihozza a szerencsétlent alsó nadrágban megbilincselve, és holnap után ugyanott áll a sor. Hát lehet, hogy maga ilyet is látott. Én tudom, hogy a Tömő utcában lakik, vagy ott annak környékén. Én bizony a megtorpanást látom, és miután nem csak tapasztaltam ezt, és egy programot végigcsináltam, sőt egy programrészt magunk dolgoztunk ki, a teljes megtorpanást látok. A rendőrségtől elterjedt korrupcionális legendák, természetesen korrupt az egész ország és az egész kelet-európai hivatalnok réteg, de semmivel nem korruptabb, mint az önkormányzat, vagy más egyéb intézmények dolgozói, sőt, csak tehetetlen, mert nem jön létre ez a megegyezés az önkormányzat és a rendőrség között, és ugye a rendőrkapitány, az egész rendőrség politikai okokból nyilván alárendeltnek érzi magát, és nem ismer lépni. Tavaly áprilisban meghirdettünk egy rendőrségi találkozót a kapitány, a nagy buzgón elő is készítettük, a kapitány inkább kirúgatta magát, a találkozó napján a titkárnő bejelentett, hogy természetesen nem vagyok hülye, tudom nagyon jó, hogy nem egy 100 éves öregember miatt rúgnak ki egy kapitány, de azt kell higgyem, hogy benne van, iszonyúan óckodnak ezzel, nem akarnak konfliktust az önkormányzattal, és ez a féreg rágja az egész 8. kerületet, és ugye azt a bizonyos kérdést, amit föltettem, hogy vajon miért itt összpontosul a rossz hagyományoktól, most tekintsük el az egész drog és közegészségügyi poloska, hagynásodról, ez egy komplex kérdés, nem csak a szegény drogosokról van szó, akiket mélyen megértek és betegeknek tartom, vagy nem betegeknek, ez már talán olyan kérdés, ami nem vagyok elég művelt. A tény az, hogy ezt komplexebben kellene vizsgálni, és még valamit a fórumok, és befejezem most már, hogy nem fórumokat kell tartani, csak fórumot, nyomást kell gyakorolni. Igen, úgy, ahogy a civil kollégám mondta, hogy számon kérni a képviselőket, akik most én nem akarom elismételni, milyen okból tehetetlenek, szerintem a kompetenciájukkal nem élnek eléggé, és nekünk, akik tiszta és hittel vállalt ügyet képviselünk, igenis az erkölcsi fölényünket kell érvényesíteni ez iránt a teljes züllöttség miatt. Erkölcsi, szellemi züllöttség uralja ezt, ami itt összpontosódik. Pontosodik a 8. kerületben. Köszönjük szépen. Rendőrünk nincsen véletlenül? Ez a kérdés egyébként most jövőkre már elhangzott a legelején. Csak annyit mondanék erre, hogy Robi is elment, úgy látom már, de hogy szerintem ő megmondja, hogy bár bezáratják a dílerházakat, de hogy az biztos, hogy ezek az emberek valahol meg fogják venni a drogot, tehát hogy ha nem lesz dílerház, akkor mondjuk a parkban, vagy a nem tudom, az utcán, vagy bárhol, de valahonnan úgyis meg fogják venni. Tehát az egyébként egy jogos kérdés, hogy felettne valószínűleg lehetne fellépni jobban ezek ellen a dílerházak ellen, lehet, hogy be lehetne zárni egy-kettőt, vagy akkor átmenne egy másik utcába, vagy stb. Csak hogy pont erről beszéltem az elején, vannak ilyen tapasztalatok, hogy gyakorlatilag azt, hogy megszüntetni ezt a kínálatot, olyan nincs. Tehát, hogy ez úgy, mint a léggömb, hogy az egyik oldalon benyomod, és a másik oldalon kitüremkedik, ugyanez van a drogpiaccal is. Tehát, hogy olyan megoldás, még egyetlen nagyváros is sikerült csinálni, bármennyi rendőrt is vezényeltek ki az utcákra, hogy ne lehessen elérni kábítószert. Úgyhogy ennyi. Hát meg az, hogy tehát alapvetően az, hogy egyébként felszámolja a rendőrség a hálózatokat, ez a feladata tegye, ez nagyon fontos, hogy így történjen, de valahogy azért számolni kéne, hogy a jelentős része a 8. kerületben élő kábítószer használóknak amúgy leállna. Tehát egyébként, amire amúgy nem jó. Tehát nem jó cuccozni. Ezt nem úgy képzeljük, hogy na, akkor végre szerdó, hogy bekészülök nagyon, hanem már rég kiszállni, csak nincs mire. Mert mi van, leállok, és akkor visszajövök a McDonald's-ba, és akkor ott, na mi van? És akkor lett iskolám, lett tapasztalati tőkém, van tudás tőkém, vagy így el tudok indulni valamerre. A leállás az első lépés.
De hát utána jön az igazi, a megtartani a józanságot, építkezni, felépülni, iskolába menni, kiteljesedni. Tehát a leállás aktusa az csak az első lépés, és most még azt is elzárjuk ráadásul, az aktus felé vezető utat. Tehát, hogy ez tök fontos, hogy akkor, amikor a rendőrség felszámol dílerházakat, felszámol hálózatokat, akkor ez akkor, az akkor hatékony, hogyha közben nagyon dinamikusan épül ki egy intézményrend, ami képes fogadni az embereket. Valamilyen szinten motivációt nyújt, igen, a rendőrségnek az akciója, de hát ez egy ennyi, ez egy pillanatnyi, hogyha nincsen aztán tovább, ami felszippantsa az egyént, és hogy a Józsefvárosban nincs intézményrendszer, egyszerűen nincs. Egy olyan kerületben, ahol egyébként az ország legdurvább drogproblémája van. Tehát ez ilyen érthetetlen ez a helyzet. Még annyit el szerettem volna mondani, mert a tűcsere problémája egy megtalált tűn kezdődött, hogy elmondanám, hogy van sokkal több kerület, mint gondolnák a 80 kívül is, ahol tűk vannak elheverve, és ott a lakókat ez nem érdekli. Legalábbis ott nincs belőle ekkora probléma. Mondjuk jó, én nem mondom azt, hogy ez nem probléma, mert én a másik oldalon vagyok. Probléma az én részemre, ez úgy probléma, hogy volt két idióta majom, akik úgy látták jónak, hogy belövik magukat egy oboda mellett, aztán lövés után nem foglalkoztak a dolgokkal, és bedobták a tűt oda. Ez nem kétszer volt, tehát ennél picit többször megesett. Most az nem hiszem, hogy olyan gyakori volt, mert nekem az központi irodám úgymond a Blozsonci tér, mert ez ott történt, úgyhogy a fiam is ott nevelkedett, úgyhogy minden centimétert ismerek. De Feri, azért erre mit mondasz, hogy más kerületben a lakóknak ez nem probléma, vagy nincs azért, ez egy nagyon erős kijelentés. Én dolgoztam belvárosi tűzsere programban, nem 10 évet, nem tudom mennyit, a Hollán-Ernő utcában, Újlipót városban. Ez egy tök más probléma volt. Ott heroin használat volt, heroin használók, megvoltak a csatornák, az egy kezelt probléma, egy normalizált probléma volt. Az miért? Az új pszichoaktív szerek megjelenésével a designer drogokat fél óránként szúrják. A fél órás szúrás az mindent megváltoztat. A díler mellett kell lennem. Ott kell lennem, ott kell pénzt szereznem, ott kell cuccoznom, ez mindent átalakít. És akkor, amikor nekünk kellett volna adnunk egy nagyon erős szakmai választ erre a kihívásra, hogy akkor új dizájner, új pszichoaktív szerek jelentek meg, a kormányzat akkor vagy darabokra az egész repertoárt. Tehát, hogy nagyon sok rossz döntésnek a következménye. Az injekciós droghasználattal nem tudunk együtt élni, nem megy. Kicsit olyan, mint a cigaretta. Akkor tudunk együtt élni vele, hogyha belülvő szobák vannak, droghasználói szobák, hogyha normalizáljuk, és az emberek majd kilépnek belőle. Nem jó intravénás anyagosnak lenni. Az nem egy hálás szerep, nem egy fejlődőképes szerep. Lesz, aki majd ezt végigcsinálja, és lesz, aki holland állampolgárként bekerül majd az idős holland junkik számára fenntartott rehabba, de nálunk nem kerülne be, mert nincsen rehab, és meg sem érik. De hogy itt emberekről beszélünk. Tehát ez tök fontos szemléletmód váltás. Hogy igen, a drogosnak is jár a segítség. De ebben az a borzasztó, hogy ez már egyszer ez a szemléletváltás ez megtörtént. Tehát ezt már egyszer megbeszéltük, hogy attól valaki snowboardozik, ugyanúgy kap ellátást, hogyha összetöri a lábát, úgyhogy én mondjuk nem snowboardozok még. De hogy ugyanúgy én is, akinek mondjuk nincs autója, és mondjuk a járdán 2 centit tud sasszézni, nem fogja megdobálni az autóst, mert hogy ő meg autóval jár. Tehát együtt kell tudnunk élni nekünk így embereknek, úgyis, hogy valaki úgy döntött, hogy cuccozni fog. De meg kell teremtenünk hozzá a normális körülményeket, és bíznunk abban, hogy egy jól működő, jóléti társadalomban nem akarnak az emberek injekciós droghasználók lenni, mert amúgy nem akarnak. Lassan befejeznék, de szorult-e még bárkibe fontos kérdés? Igen. Megteszed, hogy ide jössz? Viszlek addig egy... Szia, Robi, hogy érzed? Igen, én Fecótól szeretném kérdezni, hogy most az, hogy bezár a tűcsere program, az egyben azt is jelenti el, hogy minden szociális munkát befejeztek a 8. kerületben, tehát teljesen kivonultok, vagy azért, azt nem tudom én, utcai szociális munka, vagy mobil tűcsere program, vagy nem tudom, tehát hogy már bármiben gondolkoztok el. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát tényleg hosszú hónapok gyötrelme egy ártomcsökkentő programot bezárni egy olyan alapítványnak, amelyik az ártomcsökkentés meghonosításában volt érharcos és progresszív elem. Jó lenne úgy visszahúzódni, hogy marad utánunk valami, meg
meg tényleg van egy ilyen törekvés bennünk, de így ezek között a körülmények között nem megy. Nem lehet. A Kékpont egyik projektje a Józsefvárosi. Másik három van még mellett, amik hasonló súlyan rendelkezik. Azzal szembesülni Békásmegyeren, Ferencvárosban, több kettő, nem akkor összesen. Hát jó, többi az mondjuk Ferencvároshoz kötődik, de hogy több olyan markáns projekt van, ami a Tűcsere mellett, és a Tűcsere előtt is volt. Nagyon rossz azzal szembesülni, hogy tényleg rendkívül közeli ismerősök azt meg, hogy akkor a Kékpont akkor bezárt végleg? Mert hogy a Józsefvárossal azonosítják, de mi nem a Józsefvárosi Tűcsere program vagyunk, hanem a Kékpont alapítvány, amelyiknek van ambulanciája, van konzultációja, van biopolitikai műhelye, van Békásmegyen egy ambulanciája, működtettünk CityArt programot, programokat alkotunk, egy volt a Józsefvárosi Tűcsere program. De az, ami rárakódott az alapítványra ennek kapcsán, azt valahogy le kell szednünk, mert túl kell tudnunk élni, és azt, amit létrehoztunk értéket, azt nem fogjuk Józsefváros oltárán feláldozni, csak azért, mert nincsen támogató közeg. És ez nem gyávaság, vagy nem megfutamodás, hanem egyszerűen taktikai gondolkodás abban, hogy túl kell tudnunk élni valamilyen módon ezt a rendszert, akkor, amikor a kehit küldik arra projektre, amelyik könyörgöm tapasztalati munkatársakat von be, elsőként az országban injekciósokat. És hogy ez egy korszakhatár. Nem tudjuk, hogy mi lesz két hét múlva. Lehet, hogy teljesen más dolgot fogok mondani, mert hogy megváltozik. Kicsire az esély, de olyan időket élünk, amikor igen, megmér minket a sors, hogy akkor hogyan döntsünk egy ilyen helyzetben. Bezárjunk-e egy Tűcsere programot, magára hagyva 3000 fő injekciós dolghasználót, mit hagyjunk hátra? Mi legyen a kollégákkal? Mi ebben a felelősünk? Ez egy gyötrő korszak, nagyon-nagyon gyötrő. Hát én ennyit tudok mondani a jövőt illetően, hogy... Minden rendben lesz, Robert. Hát csak nem tudom, egy másik kerületben, egy másik városban, vagy másik országban. Ez a vonat már sajnos elindult. És az, hogy ti most így kivonultok, és a helyzetetek el lehetetlenül, ezzel a mi helyzetünk pedig még úgy, és nem tudom, hogy egy 100-150 ember biztos, mert volt szerintem olyan napotok, amikor naponta megfordultott annyi, egy 150 lakos biztos bánni fogja ezt a dolgot, és ennek sajnos valamilyen szinten szerintem a lakosság fogja meginni a levét, mert ez szociális problémákat fog gerjeszteni. Mint hogy mondtam, hogy elindít egy bűnözési hullámot, emellett el fog indulni egy fertőzési hullám, mert a drogosok elkezdenek használt tüket használni. Úgyhogy... Ne zárjuk ezt így be, hogy ez a vonat elment. Egyelőre a legfontosabb ma este, ami elhangzott, az, hogy az önkormányzati választások előtt vagyunk. A másik legfontosabb, hogy embereknek egymással találkozniuk kell, akár udvarokon, akár itt ott. Úgyhogy egyelőre nyomásgyakorlásra alulról mindenki, aki most itt van alkalmas, tehát szeretnék buzdítani arra, hogy nem zárult le semmi. Tehát nem azért ülünk itt ma este, hogy gyászoljunk, hanem azért, hogy felismerjük azt, hogy ezeknek a beszélgetéseknek van értelme. Igen, mert az fontos, hogy a Kékpont lezárja ezt a korszakot. Az, hogy a lezárás aktusa mit generál, és hogy létrejönne egy olyan támogató közeg, amivel azt mondja a rendőrkapitány, hogy oké, tévedtem, inkább mégis tetszik a zürichi példa, és megveregeti a vállát Kocsis Mátének, hogy na látod, mégsem földes úr vagy, hanem polgármester, és most elkezdesz szépen dolgozni, így együtt karöltve, az valaki menjem át a Kékpontba, és kérdezd meg őket, hogy van-e még bennük annyi, hogy együttműködjünk, akkor borítikom, hogy van. Van annyi, hogy együttműködjünk, sokkal több is, akár még a mostani jelenlegi menedzsmenttel is, mert ez a küldetésünk, de nem minden áron. Tehát mi nem vagyunk fatalista hősök, akik kirohannak a vár elé, és akkor meghaltunk valamiért. Nagyon fontos, hogy terveznünk kell, taktikusnak kell lennünk, de állandó együttműködésre vagyunk berendezkedve, csak nem minden áron. Még egy záró gondolatként azt mondanám el, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk, tehát gyakorlatilag egy hívjárványnak a
kezdő akkordjait láthatjuk szerintem most, és ahol hasonló hívjárvány kialakult, hasonló drogfogyasztói közösségekben, ott mint katasztrofális hatással volt ez. A HIV az ma már egy olyan betegség, ami gyakorlatilag nem jelent halálos betegséget. Az ember beszedi mondjuk a naponta 2-3 tablettáját, és akkor nagyjából tünetmentesen el tud élni 20-30-40 évig. De egy ilyen drogfogyasztói közegben gyakorlatilag sok embernek a halálos ítéletet jelent, ugyanis nem fogja időben beszedni a gyógyszerét, nem fog elmenni a negyedéves kontrollvizsgálatokra, és ilyen helyzetben gyakorlatilag kialakul a gyógyszerrezisztencia például, sok embernek ugye tuberkulózis, a tuberkulózis és a HIV az együtt az egy ilyen nagyon halálos kombináció. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy ahol a HIV járvány kitört a drogfogyasztók körében, ott ez nagyon sok halálos áldozatot követel. És még nem akkor marad is a drogfogyasztók körében. Tessék? Tehát, hogy ahol kitört, ott nem marad. Ott nem marad a drogfogyasztók körében, ez is igaz. Tehát most van egy olyan pillanat, azt gondolom, amikor még ezt valahogy meg lehetne fogni, hogyha lenne erre egy politikai akarat. Ez a mostani kampányunk, ez erről szól, hogy ezt a politikai akaratot valahogy kicsiholja. Nem akarok ilyen hurrá optimistának tűnni, mindenki tisztában van, hogy jelenleg milyen a politikai helyzet az országban, de azt gondolom, hogy egyszerűen nem tehetjük meg azt, hogy tétlenül hátradőlünk és nem csinálunk semmit. Mindenki, aki itt ül ebben a teremben, ő is tud tenni valamit. Ha más nem is, akkor azzal, hogy aláírja ezt a petíciót. Aki a kerületben lakik, az felveti velünk a kapcsolatot. Mi is megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, fórumokat szervezni, megtalálni a nyomásgyakorlásnak az eszközeit. Tehát, hogy azt gondolom, hogy cselekedni kell, mert tényleg van miért küzdeni. Ne higgyük el, hogy nincsen mindnyájunknak benne dolga. Ez nagyon szentimentális, de annyira igaz. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönjük.